Bemutatta Tolna megyei listás jelöltjeit a Demokratikus Koalíció. A párt megyei listavezetője Dombóvár független polgármestere Szabó Loránd, aki az októberi választásokon egyébként a természetesen Dombóvár színeiben indul ismét a polgármesteri székért. A városvezető a jelölt bemutatón azt mondta, természetes, hogy a DK felkérésére igent mondott a megyei képviselőjelölti felkérésre, hiszen a természetesen Dombóvár Egyesület alapelve is az, hogy minél több szervezettel működjön együtt. Felkészült szakemberekre van szükség a megyei közgyűlésben, hiszen szemben a most záruló önkormányzati ciklussal a következő 5 évben fontos szerepet kapnak a megyei grémiumok, mondta Szabó Loránd Szekszárdon. Bátran ki lehet jelenteni, hogy az előző ciklusban a megyei közgyűlés az egy gittegylet volt. Igazából valós döntései munkája nem volt. Egy pár intézménynek a működtetője volt szinte ilyen társulási szinten. Kormányzati szándékból adódóan a következő ciklusban a megyei közgyűlések fognak örködni jelentős több milliárdos pályázati források felett. Én ezt elhibázott lépésnek tartom, hiszen a területfejlesztés alapvető egysége sokkal inkább a régió. A Demokratikus Koalíció első számú megyei képviselőjelöltje kiemelte, források tekintetében meg kell szüntetni a kiegyenlítetlenséget Tolna megye nyugati és keleti vidékei között. Ehhez azonban területfejlesztésben jártas képviselőkre van szükség az újonnan felálló testületbe. Szabó Loránd emlékeztetett, 1996 óta foglalkozik területfejlesztéssel, és korábban már szerzett mandátumot a megyei közgyűlésben. A polgármesteri székért negyedszer ringbe szálló politikus a kételyeket eloszlatandó azt mondta, nem összeegyeztethetetlen DK-s listavezetői pozíciója a civil polgármester jelölti státuszával. Az nyílt titok, hogy az egyesületünket támogatja a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, a Liberálisok, az Együtt PM és több civil szervezet. Egy pár már a napvilágra került, a következő időszakban jön a többi civil szervezet is. Tehát én úgy gondolom, hogy a Demokratikus Párt Unió, mint fogalom, az megjelenik a szervezetünk mögött, mi ezt büszkén vállaljuk, és innét kezdve az, hogy én a DK-nak a listavezetője vagyok, az egy teljesen természetes dolog. A jelöltek egyebek mellett a vidék megtartó erejének visszaadását emelték ki megvalósítandó célként, hiszen a megye több területén tapasztalható, hogy elvándorolnak az emberek. Ami a legborzasztóbb az, ami magával hozza ezt, hogy a szakemberek hiánya jelentkezik a városban, nem csak a városban, hanem a környéken is, de gondolom ez általános lehet Tolna megyére, hogy heteket, hónapokra kell várni olyan szakemberekre, amelyek azelőtt természetes volt, hogy egy telefon megjelent, megcsinálta, elment. Ma már azonban csak csillagászati áron lehet egy-egy mesterembert nagy nehezen házhoz hívni egy munkára, tette hozzá a párt megyei listáján 5. szereplő Pap Zoltán. Horváth Tamás, a Demokratikus Koalíció megyei listás képviselőjelöltje hozzátette, ezeket a tényeket ki kell mondani nyíltan, hiszen tartoznak az igazsággal az emberek felé. Az őszintességet manapság már az emberek felé annyi tiszteletet meg kell adni, hogy ezt már el kell nekik mondani. Tudom, hogy sokszor fájdalmas, mert a mai világban sokkal jobban szeretik az emberek azt hallani, amit, vagy úgy gondolni, hogy hallanak valami mást, ami jobb, az az igaz, de ez nem igaz, tehát az őszintesség egy nagyon-nagyon fontos dolog. A megyei képviselő aspiránsok hozzátették, fontosnak tartják a közmunkát, ám csak abban az esetben, ha az értékteremtő és valóban kiutat mutat az állástalanoknak a munkavilágába.